Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk legesleg újabb videómban. Köszöntelek titeket, és mindenkinek csodálatos péntekestét szeretnék kívánni. Képzeljétek el, hogy a mai videóban meg fogjuk nézni a Sziréna Fej című rövid animációs filmünknek a folytatását, ugyanis nemrég jött ki, amit rengetegen jeleztetek nekem, és ezt innen is meg szeretném mindenkinek köszönni, hogy felhívtátok rá a figyelmemet. Az előző részt is megnéztük itt a csatornámon közösen, hogyha esetleg valaki lemaradt volna róla, ott van a link lent a leírásban, az eredeti videó linkje mellett. Na de az emlékeink felelevenítése véget, abban a részben röviden az történt, hogy lényegében egy család rosszkor volt rossz helyen, és pont oda mentek, ahol a Sziréna Fej is volt, de az én gyanúm szerint az ott, ahol voltak a Sziréna Fejnek, az ilyen titkos rejtek helye lehetett, na és hát a családból egyetlen egy túlélő maradt, méghozzá a kislány, a család többi tagját megölte a Sziréna Fej, a kislány édesapja pedig feláldozta a saját életét a lánya érdekében, na és hát ez a kislány azóta már felnőtt, és elhatározta, hogy bosszút fog állni a családjáért. Na de majd az most ki fog derülni, legalábbis nagyon, de nagyon remélem, hogy összejön-e neki ez a bosszú, vagy pedig sem, és hogy meg fogja tudni állítani a Sziréna Fejet, vagy pedig sem. Szóval akkor derítsük is ki, és kezdjünk is bele. Micsoda epic zene megy alatta, és egyébként az a macska Cartoon Cat volt, ezt tőletek tudtam meg az előző rész alatti komment szekcióból. Siren Head. Senki nem látta, hogy közeledik. Azt hittük, hogy ez egy könnyű küldetés lesz, de most azt nézem egyébként, hogy a ruháján miért DEA felirat van? Az a szerv legjobb tudomásom szerint különböző drog elhárítási ügyekben dolgozik. Mit keresnek ők itt akkor? Nem az FBI feladata lenne ez? Aztán lehet, hogy rosszul tudom. Ja, azért valami drogbáró van itt a képben. Ki van írva, hogy privát tulajdon, magántulajdon ne lépjen be senki. Jó helyen nyaralt az a család, vagy piknikezett, vagy már nem emlékszem, mi volt pontosan az előző részben, ugyanis régen volt, de meg is érkeznek a katonai helikopterekkel, meg minden. Szóval egyszerre a levegőből is támadnak, meg a száraz földről is, de főnökök? Mintha ott lett volna a Sziréna Fej. Vagy az csak ilyen csali? De hogy ők nem vették észre, az biztos. Hát azért vannak egy páran, de így őszintén szólva nem vagyok abban biztos, hogy elég lesz ennyi katona, ugyanis értitek, természet feletti erővel állnak szemben. A lányt még sehol sem láttuk, aki ugye bosszút akar állni, de arról ne feledkezzünk el, hogy az előző részben elvitte magával a kazettát, amin a Sziréna Fejnek a gyengeségei voltak. És hát gondolom az elmúlt években folyamatosan tanulmányozta, és erre a pillanatra készült, ami majd most el fog következni. Hát csak nem lesztek ti is áldozatok. Minden tiszta, azt mondják. És az van odaírva, hogy van egy szörnyeteg a fák között, de senki sem hisz nekem. Mennyi ártatlan áldozata lehetett már? Na de hát reménykedjünk benne, hogy mostantól nem lesz több, és sikeresen meg fogják állítani. Mennyi pénz van ott? Lehetséges, hogy valami drogkartel ott akart átmenni a szállítmányával, tehát a Sziréna Fej közbelépett. De nagyon fura nekem, hogy így zombivá változtatja az embereket. Nézd meg, hát vele is mit művelt. De szerintem közeledik, nem is kicsit. Hoppá, hoppá, micsoda fegyver van ott. De mi van, hogyha ez csapda? De amúgy egyáltalán nem értem. Miért egy
házba mennek be, bár gondolom, hogy lehetséges túlélőket keresnek, de érted, a sziréna fej valami 6-8 méter magas, azt hiszem valami ilyesmit írtatok a komment szekcióba, hát egy házba nem nagyon tud bujkálni, már nem azért. Valamit nem stimmel, azt mondja. Hát ezt még én is megmondtam volna amúgy. Tartsátok nyitva a szemeteket! Mi ez a szag? Hát mióta lehetsz te már ott? Talált valamit? De ők már halottak! Nehogy feléledjetek nekem, vagy valami amúgy, halljátok? És rengeteg van belőlük. De azt nem értem, hogy miért lepődnek meg ezen. Hát nem dolgoztak össze a lánnyal, aki már szinte tud mindent a sziréna fejről? Aha! Ott van! És észre se veszik! Hát de akkor... Ők... A drogkartel miatt vannak ott! Nem pedig a sziréna fej miatt, és a sziréna fejről nem is tudnak, mivel ki sem szúrták, hogy ott van. Sajnálok titeket előre is. Nem tudjátok még ti, hogy mivel álltok szemben. Azért lepődtek akkor meg ennyire rajta, és akkor amit ott nézett, az volt a lábnyoma. Mögöttük van most szerintem. De a helikopterről se veszik észre? Vagy lehet, hogy még egyáltalán nem mozdult sem erre sem a sziréna fej? Még a villanyoszlop tetején is van egy test. Ő pedig ott egy drogkartel lehet. És mennyi fegyver van ott? Hát akkor ezek szerint gondolom, hogy fegyvert is csempésztek. Vagy lehetséges, hogy csak fel voltak készülve. Hogyha esetleg valami balhé lenne, tudjátok? Ott van nála egy magnó, lehetséges, hogy hagyott egy utolsó üzenetet? Nem hiszem ezt el. Ez a valami itt állt előttünk, a szemünk előtt. És senki sem vette észre, mindaddig, ameddig túl késő nem lett. Hát, előttetek is ott van már. 10 perc alatt mindenkivel végzett. Kivéve velem. Nagyon furcsa, hogy ez a kreálmány nem ölt meg engem, mint a többieket, hanem itt hagyott, hogy meghalljak. De mi van, ha csak Csalinak használt engem? Nem tudom, hogy ki fogja megtalálni ezt a felvételt. De keressétek meg a fiamat! Ő elmenekült innen, még mielőtt ez a támadás történt volna. De várjatok csak! Akkor ez nem az előző résznek lesz a folytatása? Ugyanis... Egy új történet szálat ismerhetünk most meg? Vagy lehetséges, hogy majd a kettő történet szegy össze fog kapcsolódni? Hát nézzük! Mindig igazat mondott, és félelmetes szörnyek vannak az erdőben. Lehetséges, hogy valamelyik rajzolt, a fia rajzolta. Senki nem hitt neki. Ott volt eddig a sziréna fej, de most már nincsen ott. Na, az mondjuk para? Hát, hova tűnt? De hát már meg is van. És nem veszik észre. Azt hiszik, hogy csak egy villanypózna. De érted, hogyha észrevennék, azzal sem mennének amúgy szerintem semmire. Ha nem ismerik ők a gyenge pontjait. Na, de az egyik társukat... Már elkaphatta. Aha! Mögötted! Mögötted van! Jobbra!
és szól is már a sziréna, bekapcsolt a vészhelyzet jelző, hogy közeledik, és hogy itt van. Ezt a hangot szerintem a sziréna fej adta ki, hogy oda csalogassa őt a rádióhoz, ezáltal pedig elterelje a figyelmét. És tudjátok, már mögötte lenne a kis 8 méter magasságával, vagy éppen előtte. Hát, volt egy társatok. A fegyvereitekkel nem sokra mentek ellene, bárhogy nézem. És már az a para tipikus szirénafej hang is megkezdődött. Meghaltak. Mind meghaltak. Hát de csak hívnak segítséget, vagy mérlegelik ezt az egészet, és elmenekülnek innen. Kitalálták a haditervüket, és most mindannyian lerohanják. Hát figyeljetek, én szurkolok nektek, bár nem túl sok esélyt látok arra, hogy legyőzzétek. Hova szaladt most el, és miért? Megijedt talán a helikoptertől? Vagy egyszerre túl sokan voltak? Nem értem most ezt. De láthatóan nem a golyók miatt szaladt el, ugyanis eddig is lőttek rá, meg minden. A helikoptertől megijedt? És lehet, hogy a helikopter a gyenge pontja? Vagy lehet, hogy a helikoptert így akarja elcsalogatni, és először velük akar elbánni, utána pedig a többiekkel. Ki tudja? Biztos, hogy nagyon taktikás. Felcsimpaszkodott az egyik helikopterre. Na de másikkal nem tudják lelőni róla. Hát ez ismételten rengeteg ember életébe került. Az a kérdés már csak, hogy a sziréna fejnek lett-e baja, vagy csak a helikoptereknek, meg az embereknek, de hát persze, miért is lett volna baja? Végül is csak a magasban egy helikopter ütközést éltél túl. Persze. És már megy is. Szóval nem megijedt, amikor elkezdett menekülni, hanem csak túljárt az eszükön, és elcsalogatta a kettő helikoptert onnan. Kezdődik, és már ismételten szól az a sziréna hang. Bizony, bizony, ez nem jó. De majd mindjárt jön a csajsz, és megmenti őket, nézzétek csak meg! Legalábbis nagyon remélem. És akkor az előző részhez hozzá kapcsolódna ez is még jobban. Rájuk nyújtotta a nyelvét. Azaz! Menni fog az! Hát bárhogy nézem, nem hagyják meg a lövedékeitek. Vagy mégis? A hangszóróját amúgy nem próbálja senki se lőni. Még lehet, hogy pont az a gyenge pontja. Hiába vagytok rengetegen, kevesek vagytok ide. Mit csinált vele? Így égeti meg, meg változtatja úgymond ilyen zombi kinézetűvé? Na majd a gránát, majd a gránát! Még több gránát, azaz. De mintha most ezzel megbénították volna egy kicsit, és ott van egy csomó benzines hordó, na hogyha berobbantják, akkor lehet, hogy nyernek és legyőzik, ki tudja. Bár érted,
az előbb élt túl egy helikopter balesetet. Szerintem ezt is túl fogja élni, de ne legyen igazam. Mintha mi sem történt volna. Persze. Mekkorát dobott rajta! Nem lehet ennek ez a vége. Bár, ha bele gondoltok, az előzőnek is szomorú vége lett, de mi volt ez? Mintha egy újabb természet feletti lény lett volna. Lehet, hogy ő fogja megállítani a sziréna fejet? Nézzétek meg! Vagy ez a sziréna fejnek a lába lehet? Hát meg nem mondom én. De nem, mert az előbb a háttérben is láthattuk őt. Mennyi holttest van ott? 38 halott, egyetlen egy túlélő. Még mindig nem érti, hogy ezt az egészet hogyan élte túl, de mintha valami kimentette volna őt onnan, és ezt a lényt láttuk mi, és ő volt nekem a gyanús. Hát akkor nagyon nem a Siren Headnek a lába volt az, amivel próbáltam magyarázni, hanem ez egy másik SCP lehet talán, aki mondjuk jó, és ezért mentette meg az életét? És lehet, hogy majd a későbbiekben ő fogja legyőzni a sziréna fejet? Ugyanis ahogy láttátok, az embereknek nem sok esélye volt ellene. De ez rejtély marad, hogy ki lehetett az, és ahogy látjátok itt a képeken, egy csomó SCP lehet legalábbis, gondolom én, ugyanis nem nagyon értek hozzá, na de majd egyszer, amikor képben leszek ezekkel, nagyon, de nagyon. Itt van kártunket, itt pedig a lény, aki megmentette őt. Ez a szörnyeteg elvette az egész csapatomat. Az egész életem során őt próbáltam elkapni. A gyengeségeit tanulmányoztam. Itt van a visszakapcsolás, a hatalmas nagy csavar, ugyanis, amit szerzett kazettát, az előző részben azt az a férfi készítette, akinek a csapata most ott volt, és aki rengeteg információt tud már a sziréna fejről, ugyanis egész élete során őt üldözte, mivel ő is bosszút szeretett volna állni rajta. Na de most ennek a férfinak hála a lánynak sokkal könnyebb dolga lehet, ugyanis évtizedek kutató munkáját spórolta meg neki. És ott van a családja, akit elveszített az előző részben. Micsoda fordulat volt itt a végén? Lehet, hogy annyira tud már róla mindent, hogy egyedül is simán elkapná. Hogyha ezt a szallagot hallgatod, az azt jelenti, hogy én elbuktam abban, hogy elkapjam. És most embereket öl. Sajnálom. Nagyon remélem, hogy te sikeresen elkapod, és nem fogsz elbukni úgy, mint a többiek. De azt még tudnod kell, ott a háttérben egyébként időközben, az a kék valami is, gondolom, hogy egy SCP lehetett.
tudnod kell, hogy nem ő az egyetlen szörny, aki a világunkon van. Rengetegen vannak, valamelyikük még veszélyesebb a sziréna fejnél. És akkor... látlak téged. Itt ért véget ez a történetünk. Hát szerintem látszott rajtam, hogy én mennyire élveztem és mennyire imádtam ezt az egészet. Én így őszintén szólva a vége felé már azt hittem, hogy nem lesz visszakapcsolás az előző részhez, de hát szerencsére lett, és brutál volt, értitek? Brutál volt! Nagyon úgy tűnik nekem, hogy lesz még itt folytatás, hogyha lesz, akkor majd meg fogjuk nézni itt közösen a csatornámon. Na de nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldalán, plusz a webshopom is, firmitas.hu, ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha a YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről, akkor mindenféleképpen gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is szevasztok!